Hölgyeim és uraim! Önök a Duma Színház előadását látják. Fogadják nagy tapssal a színpadon Kovács András Péter. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit újra. Sose lesz már semmi a régi, ezt hallgattuk hónapok óta, és tényleg nem, gondolj bele. Milyen volt, amikor kamaszkorodban volt egy példaképed? Vele volt kitapétázva a szobád. Meg volt az összes kazettája, az összes filmje, és találkoztál vele. És adott egy aláírást. Csináltatok egy közös fotót. És azt mondtad, hogy soha többé nem fogok kezet mosni. Megtanultuk a kézmosást. Egy világjárvány kellett hozzá, de most már tudunk kezet mosni. Köszönni még nem. De ne legyenek nagyok az igényünk, az messze van, az még több betegség a köszönés. Először lesz majd pár év múlva egy ilyen vírusos májnyavaja, amikor megtanuljuk, hogy nem húgyozzuk le a WC-deszkát, de a köszönés az már tényleg a búbópest is. Az... Most mész maszkban az utcán, nem? Zsit köszönkesek, nem köszönök, nem? Hát maszk van rajta, mit csinálhatok? Már ha mész az utcán, ugye? Mert amikor elindult ez az egész, azt mondják, nincs mászkálás. Te meg már egy hét után be voltál zsongva, de menjünk már. Mint a magyar vizsla. Duna, normafa, erdő, rén, lehessen már menni. Ki akar boltba menni? Én. De utána le kell zuhanyoznod. Nem baj. Hajat is kell mosni, megmosom. És a ruhádat utána elégetjük. Okay. És azt a kezedet, amivel nyúlkáltál a termékekért, még az ajtóba lecsapjuk egy bárdal, és domesztoszba mártjuk a csonkot. Okay. De csak lehessen. Mert így voltál vele, hogy hát nekem menni kell. Olyan nincs, hogy én nem megyek. Hát ha én nem megyek, akkor leáll az ország. És mi történt? Nem mentél? És? Leállt az ország. De nem azért, nem miattad. Tehát azért, legyünk őszinték, nagyon sokunkról kiderült, hogy teljesen jól el van nélkülünk is a világ. És te is rászólsz a gyerekedre. Apa, én asztalos akarok lenni, nem lesz asztalos kisfiam, rendes szakmát tanulsz. Mész a közgázra, kisfiam, marketing igazgató leszel. Azt hogy kellettek most a marketing igazgatók? Hú, az elmúlt két hónapban, te úgy kellettek, mint Barbie babára a hónajször. Úgy kellettek. Meg az humoristák, hú, de kellettünk tényleg. Gyártottam a kis videóimat, aztán lett tőle munkád? Nem. Lett tőle kaját? Nem. Egy csendes, láthatatlan réteg működésben tartotta az országot, majd belegebett. A többiek meg otthonról, hát nem tudom, túl lassú a wifi, hát a gyereknek most van Skype-on 10 órai szünete, a G-Robi helyettesítő terméket nem tudod hozni, a pulyka mortadella helyett, áj, én nem is tudom, most el kéne menni már kozmetikushoz, mert kinőtt az igazi szemöldököm is. Most már 4 van. Most mit csináljak? Kozmetikát vagy új szemét? Menjünk a Facebookra, tapsoljunk Nyíregyházának. És ez tök jó ez a tapsolás. De azért legyünk őszinték, csak azt tudott tapsolni, akinek volt szabad keze. Ugye? Mert nem mindenkinek volt. Egyik felének azért nem, mert... Ugye még ilyenkor is? A másik felének meg azért, mert... Ugye? Még ilyenkor is. És ez a totális fejetlenség, nem tudtuk, hogy mi van, senki nem tudta, hogy mi van. Hogy a politikusok se tudták, hogy mi van, nem tudták nekünk megmondani, mit kell csinálni. Olyan volt, mint apáddal kirándulni. Gyerünk, erre megyünk, gyerekek. Nem ér. Mert erre. Nem ér pont arra? Mert már 2 órája erre megyünk, és akkor menjünk arra, ugye? Szar az a térkép, hülyeség. Nem tudtuk, hogy mi van. Azt se tudtuk, hogy meddig van. Ez is olyan volt, mint apáddal játszótérre menni. Kisfiam, szedd össze magad, mert 3-ig számolok, különben megyünk haza, kisfiam. 3-ig számolok, különben megyünk haza, most már nem viselkedsz. 1, kisfiam. Ne számoljak 3-ig, kisfiam, megyünk haza. 2, kisfiam, mit mondtam neked, hagyd abba? Kisfiam, 3-ig számolok, kisfiam. 1. És sose jutunk el 3-ig, és most is ez van, vágjuk a centit, és nem tudjuk, hogy hol a nulla. Ugye? És tényleg nem tudod, hogy mi van most. Most hordjak maszkot, véd a maszk, vagy csak akkor, hogyha hordom, vagy az élesztő megkeleszti-e a WC papírt, vagy lehet-e most végül nyugdíjassal smárolni 12 előtt?
terjedt fingal. Nem tudjuk, hogy annyira bizonytalan az egész. Én annyira tettem biztossá az életemet ebben a káoszban, amennyire csak lehet. Napirend. Nagyon szigorú napirend. Minden nap. Legkésőbb reggel 8-kor levettem a pizsamát. És minden nap legkésőbb délután 1-kor fölvettem a rendes ruhámat. Minden állat. Minden állat. Mondjuk amúgy is szemérmes, hogy ott voltunk öten összezárva. És tényleg egy ilyen egészséges szemérem érzett. Fölébredt bennem így a kölkökkel szemben, hogy azért mégsem nézzenek már egy ilyen 40 fölötti testet, már ugye a szövetek úgy nem olyan feszesek, mint régen. És mutkó zuhanyoztam, nálunk nincs zuhanyfüggöny, nálunk fürdőszoba ajtó van. A gyerekek tudják, az csukva van, oda bent Walking Dead, tehát ott be nem megyünk. És mégis a kisebbik fiam valamiért bejött, én ott állok a kádban, ahogy a jó anyám megszült, plusz szőr. Próbáltam azért mégiscsak, de azért mégsem, mert hogy megáll velem szembe a gyerek, így szemmagasságban így nézi ott a lógó, de ne vért családot. Mondom, mi van, mit nézel? Apa, neked 3 ficsid van. És ott vagyunk tényleg egymás hegyén hátán, olyan, és Zoom, Skype, mi ez, Blue Jeans, Teams, tartjuk a kapcsolatot videokonferencián, és azért ideig is volt egy képed mondjuk egy kollégádról. És abban a pillanatban, hogy megjött a felesége, így megláttál egy darabot az életéből, és azt mondtad, és most meg hirtelen benn vagy a lakásába. Basszus, olyan lakásokat lát, mint a lefejezős videókban. Nagyon jó, ember, hogy látunk téged még valaha, viszont hogy lehet így élni? És hál' Istennek el lehet homályosítani a hátteret. Tehát ez az egy az előny. Egy kattintás, mondjuk mi férfiak, mi fejben az előteret is el tudjuk homályosítani bármikor. Ugye? Mi fejben tudunk skype-olni. Szól az asszony, ugyanúgy csúszik a hang. Szívem! És ő azt kérdezi tőled, hogy miért hoztál joghurt helyett tejfölt, akkor az nálad már szaggat. És a másik ilyen nagyon férfias dolog ebben a skype-olásban, hogy senki nem néz a másik szemébe. Ugye? Mindenki ide néz. És szegényük ezt már megszokták, de azért ez nagyon furi. Szóval a Skype az tényleg olyan, mintha egy férfivel beszélgetnél, érted? Csúszik a hang, homályos az egész, és vége a melledetnél. Szörnyű. Na, és így élünk otthon, és azt mondjuk, hogy lehessen már menni, menjünk már, fia, első dolgom, ahogy kilépek, az első dolgom az lesz, érted, megyek, hallod, sörözünk a haverokkal, érted, beülünk, iszunk, este 10-kor szájmaszkot cserélünk, egy Bernáthegyivel, nem szabad, 2 hónapja nem voltál sehol, az inger küszöböd nagyon-nagyon alacsonyan van, ne sokkold magad. Én elhatároztam a feleségemmel, hogy óvatosan kezdünk be. Lemegyünk a pékségbe. Reggel 6-ra. Nyitásra. Még nincs ott senki. Elfelezünk egy pozsonyi kicsit. Nem esszük meg. Mit lehet tudni? Csak hazabuszozunk. Mit tudom én? Lehet, hogy szóba állok a sofőr. Aztán így növelem a tétet. Jövő héten kezet fogok a kukásra. Turkálóba felpróbálok egy pót. Direkt nagyot, hogy ne kelljen megvenni. És aztán innen azért még nagyon-nagyon-nagyon messze van a fesztiválozás meg a bungee jumping. Ugye még félúton ott van az, hogy belehúgyozok a Balaton. Ki tudja, mi vár még? Ki tudja? Ti mit fogtok csinálni? Hova mentek? Ez így nem fog menni. Mi a különbség a Playboy címlaplány és a nudista között? A szájmaszk.